2020. június 29. A 8. nap az országos körtúrán. Jó, nagyon szépen köszönöm, mert az az igazság, hogy kiszámíthatatlan, tudod, mert az időjárás is most nagyon kiszámíthatatlan, de hogyha meg tudjuk tenni, hogy a klubba aludjak, akkor azt nagyon-nagyon megköszönöm. Jó. Értesítelek akkor, amikor már arra felé járok, és akkor egyeztetünk. Jó. Oké. Okay. Rendben, köszönöm, köszi, szia. Csabi intézett nekem szállást a tegnap éjszakára, itt ezen a csodálatos helyen. Nagyon jól aludtam, nagyon jól kipihentem magam, szerencsére az időjárás is úgy tűnik, hogy kegyes lesz. Nagyon fontos, mert a mai napon el kellene érnem innen Mihály Gergéről Esztergomot, ugyanis ott megint lenne szállásom. A klubban tudnék aludni, a rockklubban, a sportalsó rockklubban tudnék aludni, ahogy hallhattátok éppen, azt intéztem. Nézzük akkor most a tegnapi statisztikákat. Reggel Ózról indultam, és a határ mentén Zabar, Cered, Salgótarján, aztán fel megint északra Karancskeszi és Mihály Gerge, és Mihály Gergén éjszakáztam. Nem volt egy túl nagy táv, nem tudom, hogy jól mér-e a mérőm, mert ahogy említettem, még korábban a nagy esőzések miatt valószínű beázott. 66,82 km mutat a mérőm, és 4 óra 24 perces játékidő, 15,17 km per órás átlagsebességgel. Tehát ez reális, az adatok egymáshoz viszonyítva reálisak, viszont még talán a távolság is reális, úgyhogy ez nem volt egy nagyon húzós nap. A mai viszont komoly vállalás, ugyanis Mihály Gergéről mennék Balassagyarmatra. Balassagyarmat után a szokott módon, ami a túra célja, gyakorlatilag a országhatár mellett, Szobig jutnék el, és este Esztergomba lenne ingyenes szállásom, úgyhogy ez egy mai 120 kilométeres kör, illetve 120 kilométeres táv. És most megmutatom nektek a szállásomat. Egy így nézett ki. Teljesen rendben van. És még egyszer köszönöm Csabi barátomnak, hogy intézte a segítséget. Úgyhogy csak azt tudom mondani, hogy tök jól alakulnak a szállásaim ezen a túrán. Sikerül mindenhol ismerősöknél, barátoknál vagy bekérezkedve, befogadva valahogy megoldani a szállásokat. Azért milyen érdekes, hogy egy-egy hosszabb ringatúrán milyen érdekes információkat tud meg az ember. Jelenleg Ludány-Halásziban vagyok, ami a tábla tanúsága szerint Közép-Európa leghosszabb faluja. Hát ezt az információt is most tudtam meg ezen a túrán.
Ahogy beértem Balassagyarmatra, egyből a város határában egy vízműtelep fogadott, és a parkjában ilyen szép kék kutak vannak, ezek ismerősek lehetnek a különböző falvakból, ahol a vízellátást még mindig ilyen közkutakban, vagy közkutakból végzik, már ahol megvannak, mert nagyon sok helyen le vannak már szerelve, vagy pedig el van zárva a víz szolgáltatás az ilyen közkutakból. A legnagyobb bánatomra egyébként, mert ezekből a kutakból nagyon jó minőségű vizet lehet mindig vételezni a bicikli túrákon. Úgyhogy itt a parkjában, a vízmű telep parkjában ilyen régi kutakból, leszerelt régi kutakból van egy kiállítás. Kérem szépen, megérkeztem Balassagyarmatra, a város legnagyobb múzeumánál, a Palóc Múzeum és Liget kertben vagyok jelenleg. A múzeum egyébként a Magyar Nemzeti Múzeum kihelyezett tagozata, és a térség a Palócföld hagyományait, néprajzi nevezetességeit, népviseleteit mutatja be. Majd mindjárt be is fogok menni, és bent is fogok készíteni egy pár felvételt, de a Palóc Múzeum után meg fogom nézni a Ligetet, ami itt igazából a múzeum parkja és a múzeum melletti terület. Gyönyörű gondozásban a Ligetet és a múzeumot elhagyva, bent a városban még egy nagyon érdekes dologról fogok mesélni, ami hát igazából a Bicajos és a Palócföld dolgaitól és különböző történelmi és néprajzi eseményektől talán a történelemhez egy kicsit része van, az újkori történelem. Ez egy 70-es évekbeli nagyon érdekes dologról fogok nektek beszélni, úgyhogy a Palóc Múzeum után gyertek vissza, nézzétek tovább a filmet. Magyar nyelvű volt, őket mutatják a piros kis korongok, aztán a kék korongok a szlovák anyanyelvűeket. Hát nagyon kell keresni, mert a két helyen van, de voltak német anyanyelvű svábok, Szendehely és Berkenye környékén, tehát a németes hangzású felirat az erre a vidékre utalt. És itt van Balassagyarmat. És akkor ott a piros anyanyelv, vagy az a magyar? A piros nyelv, nézzet csak! Uh-huh. Ha jön ide, itt van az összes ilyen jellegű info, tehát hogy melyik kötöcskenek, meg a lakosság elosztása. Tehát ez a térkép is olyan, hogy órák hosszát el lehetne előtte tölteni, és vizsgálgatni, hogy mi hogy alakult ki. De tehát röviden annyit, hogy ami fontos, hogy minden, ami színes Nógrád vármegye volt, az eltérő színek mutatják, hogy melyik körjegyzőség volt.
Ugye a pöttyöket mondtam, a nemzetiségre vonatkozik, piros-kék a jelenlegi országhatár, 38-39-es országhatár volt a lila-zöld, és a kék meg a piros pöttyöcskéknek a tudatában az az igazságosabb. Mert Losoncik tiszta magyar anyanyelvű lakosság volt, ugye addig piros pöttyöcskék vannak. Nem csak az országhatár változott, hanem változott a megyehatár is. A megyehatár itt a sötét kék, a narancssárga, meg a sötét zöld szín. Ugye érdekesség, ennek majd átkúszok ide, szóval ez a sötét kék, ez a mostani, a 1945 után. Pásztor évtizedekig itt csücsült a megyehatáron, mégiscsak 45 után a mátrai településekkel került Nógrád megyéhez. Érdekes az, hogyha azt mondom, hogy Verőce, akkor mindenki Dunakanyar Pest megy. Igen. De Verőce, Kismaros, Kozs, az valamikor Nógrád vármegye volt. Abszolút nem volt logikus, én nekem. Ma a megyeszékhely milyen messze van, meg így szoktam mutatni, tessék már, hogy hol van Losonc. Hát Losoncit nem tud mutatni a távolságot, nemhogy aki messze lakott meg. Tehát ez egy nagyon ideális átcsoportosítás volt, hogy ők Pest megyéhez, illetve Vácshoz. Igen, és akkor érdekes, hogy itt is van egy balassagyarmat, meg ott is van egy balassagyarmat. Balassagyarmat, Ipolyszög. Ez a nagy balassagyarmat. Aha, értem. Jó. Az, hogy volt a vírus helyzet, és akkor betetszettek zárni, gondolom. Nem? Igen, bezártunk. És akkor elterjedtek a varjak. Az udvaron, mert itt mellettünk van egy általános iskola. És akkor mindenhol ugye elkezdtek költögetni a fákon, és akkor föntről is az ablakból látom, hogy szárdoztak a tetőre, és akkor elkezdték húzgálni. Tehát ez a varjak. A varjak. Aha. És akkor húzgálták ki a szálakat, aztán hiába. Gondolom, ők is fészket akartak, vagy fészket adtak, és akkor bontották a tetőt a varjak? Hát igen, aztán próbáltuk megakadályozni, hol kevesebb sikerrel. De hát
ilyen is volt most. Hát ez érdekes dolgot tetszik mondani. Ilyet sem nagyon hallottam, hogy még a... Ugye igen, ez zsubfedél, ugye? Tehát az, hogy ez nem nád, hanem szalmafedél, és ezt nevezzük zsubfedélnek, és akkor a varjak elkezdték bontani. Igen, és akkor ott látszik is, felül látszik is azok a kis... Azért hát ott látszik egy-két, lehet, igen, az már a varjaknak a... Na, hát milyen érdekes dolgokat lehet itt megtudni. Mindenáról fészket akartak valamiből. Hát csak a szex. Csak a szex. Tetszik látni? Csak a szex. A gyerekcsinálás és a szex. Ez a központ. Ha van pucérnő, azzal mindent el lehet adni. A szexel, a kisgyerekkel, a kiskutyával mindent el lehet adni. És a varjak is tudják ezt. Bizony. Hogy egy fakopáncot kopácsol, és szerintem a hangját se lehet hallani, és hogy tele van itt a kert ilyen mindenféle énekes madarakkal. Meg fakopáncs, meg ahogy megtudtuk, varjak is. Voltak. Már, voltak, nem. Igen. És akkor ezek szerint a gyerekzsivaj elriasztja a varjakat? Igen. Hála Istennek, azóta nem láttuk őket. Mert akkor itt egy iskola van, vagy óvoda? Iskola? Igen, itt mellettünk iskola. Kisárpád általános iskola van mellettünk. Aha. Hát szerintem ebből nem látunk ebből a fakopáncsból semmit, de most ott van. Igen, ott van. Meg, azért, mert megmerevedett, kamera ahogy... Kamera stressz. Hangosan. Hogy rá tudunk csodálkozni egy ilyen kis élőlénynek a munkájára, nem? Pedig ez olyan természetes dolog, és mégis ritkán lát ilyet az ember. Hát mert a rohanó világban élünk, igaz? Hát igen, már aki. Én biciklivel járok egyébként, és az annyira nem rohanós. Igen. És akkor ezeknek ez a szürke, nem is tudom mik, ezek a hát igen, ezek a szürke dolgok, akkor ezek a felülvilágító alaksor. Nekem itt szokott elbiciklizni a munkáira, szerintem Móni. Mondd már meg nekem, mik azok a szürke hordók itt. A hordók, ezt akartam mondani, igen, ezt a szót kerestem, hogy nem hordók, szürke hordók, és... Gyíkocska. Igen, vannak gyíkok. És ezek a szürke hordók, akkor az alaksornak a felülvilágítói, igen. De azt nem értem, hogy miért vannak ezek ilyen szanaszéjjel. Mert nem is egységes sorba vannak. Tehát legalább ilyen... Biztos ki van számolva valahogy, hogy a természetes fénye, hogy így megy a nap is, hogy ugye... Uh-huh. Mert ugye nem... Mert az egyik kisebb, a másik nagyobb, a harmadik magasabb. Nem is viszintesek, magasabb, hanem kicsit igen. Tehát biztos, hogy ki van számolva mérnöki... Pontossággal. Igen, úgy tetszik gondolni, hogy ez teljesen... Aha. Mert az egyik alacsonyabb, kisebb az átmérője, igen, a másiknak nagyobb. Hihetetlen, hogy ez... Na mindegy, sajnos ez kicsit elcsúnyítja, de a kor szellemét nem csorbítja, és az értékét ennek a kiállításnak. Meg ha így lehetett megcsinálni, hát így lehetett megcsinálni. Felülvilágítók az alaksorba, de nem nagyon értem, hogy miért kell természetes fény egy alaksorba, főleg akkor, hogyha a tárgyakat nem is érheti természetes fény, és mesterséges fénnyel van az egész múzeum bevilágítva, úgyhogy ez nagyon furcsa, hogy ilyen felülvilágítók vannak a kertben, és ráadásul el is csúnyítják a parkot. Nagyon természetellenes, sajnos. Gyűjteményünk, tehát akkor, mikor ezt létrehozták, még Magyarországon nem volt ilyen szabadtéri skanzen. A házat azt 1932-ben hozták ide Karancskesziből, darabjaira szedve, mert ugye ez egy faház, csak kívülről be van tapasztva, és ugyanúgy, mint a pajtának meg vannak számozva ugye a bizonyos részei, hogy tudják, hogy kell majd összerakni. Úgyhogy... Tehát akkor ezek nem itt voltak eredetileg, hanem ide hozták, igen, és itt építették, igen, fel, igen, de a eredetit bontották széllyel, és úgy jött ide? Igen, a... igen. Egyébként minden eredeti? Tehát nem ilyen utángyártott, nem, hanem eredeti, abszolút eredeti. Tehát ezek ilyen, akkor ilyen 200-300 éves eszközök, akár, akkor? Igen, akár. Igen. Mert azt tetszett mondani, ugye, hogy az az épület 300 igen, éves. Akkor ezek a berendezések, vagy ezek a használati tárgyak is akkor több száz évesek. Aha. Mert ugye az a baj nagyon sok ilyen múzeummal, hogy ilyen utángyártott, meg utánzart, igen, meg újra... És akkor az olyan műanyag az egész, ezt hogy az ember... Az tényleg az eredet is, nem? Hogy... És az kézzel faragott az a feszület akkor. Aha. Mondjuk mással, mivel esztergagéppel nem lehetett. Hülye kérdés. Igen, CNC maróval készült feszület 300 évvel ezelőtt.
hogy ez itt a kamra, tárolták a élelmiszert, meg a használati eszközöket. Itt ugye aludtak bal kézre a helyiségbe, és akkor ez volt inkább ez a jobb kézre eső konyha, a nappal ugye itt voltak, tehát inkább ezt használták igazából. Szövőszéket látok. Igen, hát ez az meg az ez egy kürtős kemence. Kemence, ahol kenyeret sütöttek, gondolom, ugye? Igen, főleg, igen. Vagy mindenféle? Vagy csak kenyeret, vagy kenyeret, mindenféle? Kenyeret, meg vannak azok a háromlábú kis edénykék. Aha. És akkor, amikor már jó parázs volt a kemencébe, akkor kihúzták a parazsat. Nem szabadna, de megengedem, hogy ide bejöjjön, hogy... Nagyon szépen köszönöm a kedvességet, hogy ilyen helyre bejöhetek felvételt csinálni. Kihúzták a parazsat, és akkor ide a háromlábú kis edényke alá tették, és akkor ebbe levest, vagy valami ilyesmi. És akkor kihúzták teljesen a kemencéből a parazsat? Hát csak ugye elé a száj elé, és akkor ugye rátették ezt a háromlábú kis edényt. Tehát oda az a száj, és akkor... Igen, és akkor úgy megfőtt a leves. Nagyon jó. Ez meg a állókarba, betették a kis babát, aki már tudott tácsorogni, és akkor így körbe-körbe tudott benne forogni. Ez meg a ülcsi, oda meg beültették a kis babát, aki már maguk nőtt. Hát hogy? Ebbe beraktak egy gyereket? Azt tetszik igen, mondani? Igen. Hát beállt, és akkor... De már úgy, hogy tudott járni, és akkor... Hát úgy totyorogni, igen, és akkor ugye... De ezt nem lehet megfogni, most meg lehet fogni, hogy... Így... Hát fából. Egy kicsit úgy mozgott. Az szép. Hát azért én a gyerekemet nem raktam volna be egy-két évesen hát, egy ilyenbe. Nekik meg sok dolog volt, aztán meg kellett oldani sok mindent, ugye. Fú, ez büntetés. Én azt hittem, hogy a büntetésből rakták be a gyereket. Nagyon jó. Miket meg nem tud az ember, hogy milyen gyereknevelő módszerek voltak? És akkor ezek ilyen néprajzi gyűjtések, meg abszolút minden ilyen néprajzi dolgot? Igen. És mióta van ez a múzeum egyébként? Ez már, hát amit tetszett, 1914-ben amit tetszett mondani, hogy... Ugye az építés, de aztán közbe jött a háború, és akkor a háború után kezdték újból a gyűjtés, mert nagyon sok minden oda veszett ugye a háborúra. Nem véletlenül van ott az a mángorló. Érdekes, tényleg. Az is milyen kicsi ajtó, hogy fér ott be egy nagyobb ló, hihetetlen. Tarpán voltam, nem tudom, hogy tetszik-e tudni, tarpa az ott a nyírségbe, közel van Máté Szalka, meg ott Csenger, ott a határ szélhez egy picit közelebb, és ott van egy hát felújított, illetve inkább újnak mondható, tehát utángyártott ilyen száraz malomnak nevezik, és ilyen lóvontatású, gyakorlatilag ugye a gabonát őrölték benne, és ott is pont ilyen kis pici bejárata volt a száraz malomnak, és ott is azt kérdeztem, hogy egy normálisabb ló hogy tudott bemenni, és mondták, hogy ilyen nóniuszok, meg ilyen kis alacsony lovak, akkor ezek szerint ez is ugyanaz volt, hogy mert hát egy normálisabb méretű mai ló már nem nagyon férne be, tehát inkább ezek a kis tömzsi. Kis tömzsi, ami ugye ezt a bíró volt aztán. Hát itt nem tudom, hogy fér be ezen egy ló tényleg, tehát ez furcsa. Hát egy alacsonyabb még úgy lehajtja a fejét, aztán... Városi emberkéknek újdonság, meg hogy mondjam, tehát tényleg vidéki embereknek ez... Szerintem Erdélyben még mindig ilyen helyek vannak, meg rengeteg. Szerintem még az országban is vannak ilyen helyek, ahol ilyen istállók vannak. Igen. Tehát ez most csak itt minden újszülöttnek minden vicc új. Tehát akkor ez egy ilyen emberi hajtású, olajos magvak préselésére, hidegen sajtolás. Hát akkor azért mondom, mert hasonló a tarpai szárazmalom, csak ugye ez egy sokkal hatalmas, és ugyanilyen kerék van, mint... Hát nem ugyanilyen, hanem hasonló ilyen kerék meghajtású, igen. És ott az állatot, a lovat fogták be, és az hát ment körbe-körbe. Körbe. Hát ez egy hatalmas nagy, tehát az egy, mit tudom én, egy 100 négyzetméteres valami, vagy még lehet, hogy 200 is, és akkor ment körbe-körbe a ló, és hasonló módon, hát ugye itt sajtolták, ott meg őrölték a gabonát, itt meg akkor az olajos magokat. Rajta, hogy minél több olajat ki sajtoljanak a több magból. És azon a kis lyukon felfogták egy edénybe az olajat. Ez a Martin. Nagyon olyan németes, nem? Hát, olyan. Lehet, hogy ők csinálták? Vagy... De hát a palócoknak lehet, a németekhez van közük? Nincs sok közük, nem? Nem nagyon. Azért mondom, hogy az
pait is, az... Na mindegy, akkor ezt nem tudjuk meg, hogy miért nem Szabó József vagy Kovács József, miért Martin pait is. De hát nem olyan lényeges ez. Az a része, nem tudom, máshonnan származik. Behozták kamionokkal Németországból, útlezárásokkal, az M3-ason, vagy nem az M3-ason, mert az nem Németország, az M7-esen. Sopronnál jött be az országba, és utána átrakták egy magyar kamionra, és útvonalengedélyt kértek a palócok. Mit tetszik hozzászólni, ez mennyire reális? Palóc Múzeum kertjében már említettem, egy nagyon érdekes történelmi tényről tudok még Balassagyarmat vonatkozásában beszámolni. Itt vagyok Balassagyarmat belvárosában, a Szent Imre Katolikus Általános Iskola előtt, és azért érdekes ez az épület, mert az 1970-es évek elején, egészen pontosan 73. január 9-én ebben az épületben zajlott minden eddigi Magyarország eddigi történetében legjelentősebb túszdráma. Egyébként 73 előtt és az után sincs tudomásom, illetve a korabeli sajtóban sem fedeztem fel igazán jelentős ilyen jellegű cselekményt. Ez azért nagyon fontos, mert drámával végződött ez az esemény. Az épület akkor Geisler Eta lánykollégium néven szerepelt a híradásokban, és gyakorlatilag egy fiatal testvérpár 20 lányt ebben a kollégiumban, 20 lányt túszulejtett, azt követelve, hogy természetesen váltságdíjat, pénzt, szabad elvonulást nyugatra szerettek volna szökni, nyugatra szerettek volna távozni, és a túszdráma hát igazából a lányok kimenekítésével végződött, a lányok megmenekültek, viszont a fiatal testvérpár idősebb tagját mesterlövészek a szembelévő, az épülettel szembelévő pártházból vagy tanácsházáról likvidálták. Még azt kell tudni egyébként a pikantériája az ügynek, hogy a fivérek, a testvérpár édesapja a párt titkár volt Balassagyarmaton, és ezért, mivel már a rendőrség látókörében szerepelt ez a két fiatalember, elég sok balhéjuk volt a túszdráma előtt is, de ezeket az ügyeket eltussolták a párt titkár apuka nyomására. Igazából nagyon-nagyon sok csintevés, illetve különböző olyan akciók itt a Balassagyarmat lakosságát terrorizálták, a korabeli sajtó ezt írja igazából. Pontosabb adatokat nem tudok, viszont a lényeg, hogy Budapestről öt napig tartott a túszdráma, és már olyan áldatlan állapotok voltak a lánykollégiumon belül, hogy a fivérek nem engedték
a legelemibb szükségleteiket elvégezni a lányoknak, nem kaptak enni, inni, és a mellékhelyiségekben sem végezhették el a dolgukat. Egyetlen egy embert engedtek be, ez pedig a helyi kórháznak a pszichológusa volt, ő vele kezdtek el tárgyalni, de sajnos eredménytelenül, így Budapestről 12 mesterlövészt vezényeltek le, és elhíresült a 12 emberről, hogy a magyarországi piszkos 12-nek nevezték ezeket az embereket. Egyébként az akkori rendőrség, katonaság és egyéb belügyminisztériumi szervek nem voltak felkészülve egy ilyen cselekményre. Úgy gondolták, hogy Magyarországon nem fordulhat elő ilyen súlyos túszdráma, és ezért gyakorlatilag sötétben tapogatóztak, de 5 nap után végül is a fivérek, a testvérpár idősebb tagját sikerült likvidálni. Ahogy említettem, a szembe lévő pártházból. Ez is az ügy pikantériája, hogy valószínű, hogy a édesapa munkahelyéről, ezt nem erősítik meg a korabeli híradások, de valószínűsíthető, hogy az édesapa munkahelyének ablakából likvidálták az idősebb testvérpárt. Hát ez egy szomorú eset, de úgy éreztem, hogy talán ez érdekelhet benneteket, és hát Balassagyarmatnak a történelméhez, vagy a város történetéhez hozzátartozik ez a kis szösszenet. Egyébként az 5 napon, amíg ez a túszdráma zajlott, a város lakossága olyan szinten felháborodott, és olyan szintű nyomás nehezedett a rendőrségre, illetve a párt titkárapukára, hogy mind a gyerekek minden bűnére, a fiatalok minden bűnére fény derült, és már lincs hangulat is alakult ki az 5. nap végére, tehát igazából a belügyminisztérium, a rendőrségi szervek mindenképpen a likvidálás mellett döntöttek, és hát így ért véget a magyar történelem eddigi legsúlyosabb túszdrámája.